Ezen a vezetői engedélyen, ha apró betűvel tüntették is fel, de jól látszik, hogy két érvényességi idő van. Az egyik magának a jogosítványnak az érvényességi idejét jelöli, amely minden esetben 10 év. Ennek akkor van jelentősége, ha a kártyát személyi azonosításra szeretnénk használni. A másik időpont azonban azt mutatja, hogy meddig vagyunk jogosultak a kártyán feltüntetett gépjármű típusokat vezetni. Ez utóbbi tulajdonképpen a kártya kiváltásának igazi célja. Ezt az időpontot az okmány hátoldalán találjuk, amely minden esetben igazodik az egészségügyi alkalmasság idejéhez, amelyről igazolást a bevett gyakorlat szerint a házi orvosok állítanak ki. 50 év alatt 10 évre, 50 és 62 év között 5 évre, 62 év fölött pedig 1 évre ad az orvos alkalmassági igazolást. A szakember szerint az utóbbi időben nagyon sok kritika érte a vezetői engedélyt, mint okmányt, abból a szempontból, hogy az egészségügyi alkalmassági időhöz kötött vezetői alkalmassági időpontja nehezen megjegyezhető, ugyanis az sok esetben nem esik egybe az okmányon található személyi azonosítás igazolására szolgáló időponttal. Aki a vezetői alkalmasság időpontjának lejártát nem követte figyelemmel, könnyen előfordulhatott, hogy lejárt jogosítvánnyal vezetett, egy esetleges ellenőrzés során pedig megbüntették. Január 1-től ezen könnyítettek a szakemberek azzal, hogy az okmány továbbra is 10 évig használható személyi azonosításra, ugyanakkor a vezetése jogosító határidő lejárt a megújításkor, az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával fog megegyezni. Előfordulhat természetesen az az eset, hogy mondjuk 2017 februárjában van a születésnapja valakinek, de 2017 januárjában már lejár a vezetési jogosultsága, ezért okmányt kell csináltatnia, és adott esetben pár héttől egészen 11 hónapig kieshet ez az időintervallum, mert most már ezután mindig a születési hónaphoz, naphoz kötött az egészségügyi alkalmassági érvényességi idő. A szakember azt javasolja, hogy első lépésként mindenki ellenőrizze a vezetői engedélyét, és ha nem szükséges minden nap használni a jogosítványt, akkor az engedély meghosszabbítását időzítse az új szabályokhoz. A következő megújításnál ugyanis már időveszteség nélkül zajlik az okmányok érvényességének meghosszabbítása.